Keszthely város önkormányzatának polgármestere, képviselői, a város és a térség vezető személyei és számos érdeklődő jelent meg az alakuló ülésen. A napirendek elfogadása után dr. Császár Zsuzsanna, a helyi választási bizottság elnöke ismertette a június 9-én megtartott önkormányzati választás eredményét. A választópolgárok dr. Tóth Gergelyt, a Vártak jelöltjét választották meg polgármesternek. 7 kerületben a Vártak, egyben pedig a Fidesz-KDNP jelöltje kapott bizalmat. Kompenzációs listán 3 jelöltet delegálhatott a kormánypárt. Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez veszek. Ezt követően a képviselők majd dr. Tóth Gergely polgármester tett esküt. A rendszerváltás óta ő lett Keszthely 8. polgármestere. Köszöntőjében és program ismertetőjében azt mondta, lehet a hatalmat jól gyakorolni, csak nehéz. Ők ezt megpróbálják a közjóért úgy megtenni, hogy Keszthely minden korosztályának élhető, turisztikailag vonzó város legyen. Hozzátette, mindezt úgy, hogy a lelki ismeretük ne szenvedjen kárt. Én nem szeretném többet hallani, ezt én magam tudom, hogy lehet beszélni, hogy ki fideszes, ki nem fideszes, ki ilyen fideszes, ki DK-s, ki momos, ki... De lehet, hogy ezek fontosak, és nem akarom ezeket elrelativizálni, de most van egy legitim testület, egyértelmű helyzet, a városért kell dolgoznunk, és nem azt nézni, hogy ki mit csinált, hanem valamilyen szinten összefogni. Keszthely polgármestere hangsúlyozta, nem erőből, hanem konszenzussal, egyszerűen a közjóért szeretnének kormányozni. Programjának fő törekvése, hogy Keszthely nyerje vissza régi fényét. Van például egy nagyon szép örökségünk, hogy közel 9 milliárd forint fejlesztési pénzt allokált a kormány Top Plus programok keretében, viszont ezeket ki kell egészen pontosan találni, tehát ez egy 10-20 projektet fog jelenteni. Van, ami elindult, a strand átépítés több ütemben, parkolóbővítés, stb., amit egyáltalán megvizsgálunk, hogy ez jó-e. Az emberekkel szeretnénk erről beszélni, és van, ami teljesen még ötlet szintjén sincs meg, és mindenre van másfél évünk, hogy beadjuk, és ez nem olyan, hogy leülök a gép elé, aztán írok valamit éjszaka, hanem engedélyeztetni kell, stb. Tehát ez egy olyan dolog, ami most nekünk, ha anyagilag nézem, meg fejlődésileg, akkor a fő prioritásunk, hogy ezekből valami jó, konszenzusos dolgot csináljunk, és nagyon számítunk képviselő úrra, hogy ki tudjunk alakítani egy olyan dolgot. A következő napirendként felülvizsgálták a szervezeti és működési szabályzatot. Több Fidesz-KDNP képviselő kifogással élt, hogy a korábbinál több alpolgármestert, bizottságot, jelentősen több bizottsági tagot és 2 tanácsnokot is jelöltek, ami jelentős többletkiadással jár. Reagálásában a polgármester azt mondta, több külső feladatot szerveztek át belsővé. Hiába van több bizottsági tag, sok az átfedés, és ha valaki tag több helyen, csak egyért kapja vadalmazást. Ezt követően meghatározták az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok javadalmazását. A frissen módosított SMS értelmében 2 alpolgármestert választhat a testület. Társadalmi megbízatású alpolgármesternek Kende Kirchnok Gusztávot, főállású alpolgármesternek Kovács Viktóriát javasolta a polgármester. Zárt ülésen 8 igennel, 3 nemmel és 1 tartózkodással szavazták meg a jelölteket, akik ezt követően esküt is tettek. A soron következő napirendben megállapították a polgármester és az alpolgármesterek illetményét, költségtérítését. A javadalmazások mértéke törvényileg meghatározott. 4 bizottsággal működik a következő ciklusban a képviselőtestület. A pénzügyi és ügyrendi bizottság megmaradt, ennek elnöke Manninger Jenő lett. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot Szántó András elnökli. Az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sportbizottság élére Rizsányi Zoltán került. Az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke Klacné Tar Ibolya lett. A testület 2 tanácsnokot választott, Barna Dániel a gazdasági ügyek, Tóth Balázs pedig a térségfejlesztési ügyek felügyeletét látja el. Megállapították a leköszönő polgármester és alpolgármester juttatását, mindketten 3 havi illetményüknek megfelelő végkielégítést kapnak. Az üléssel megkezdte 5 éves munkáját Keszthely újonnan felállt képviselőtestülete.